Sziasztok, hogy újra az ész után már a befejezik a Things Fart észre törni tetsz és mindenkorra. Na, hát a Trial Letter 2, az utolsó per az észre törniben. Tehát a harmadik per utolsó része. Tehát mi a cél itten? Hogy Demon Knight-et egy gyilkosan nyilvánítsák. Lana pedig zsarolásból egyén, ha bár zsarolásból, de egyén bűnpártolásért, mert hogyha bűnpártolásért ítélik el Lana Skyt, pár éve lecsökkentik a büntetését. Február 22 óra 24 perc, 4 bíróság 9. tárgyalóterem. Most jön Lana Sky, valahol mások. Lana Sky, bizonyára te volt az észrevetődő. Te már mindent tudsz. Te mindent tudsz arról, mert két éve ezelőtt történt. Eskü, hogy eskü atma. Ez igazat akarjuk hallani az esek ilyen cincidesnek. Lána, bármit ötik is a tesóba veszik. Most illetve valamás. De először... a kapcsolatáról kéne beszélni Gentel. Ő az utolsó remény, hogy lebutassuk Gentet. Gent is onosítás. Évek óta Gentel dolgozott. Hogy nincs semmi igazsággal zsarolásról. Szóval, hogy magának csinált azt a hamisítást. Az egyetlen motiválta, hogy elítéljék Darkot. Ennek semmi köze Emma-hoz. Egy biztos, hogy benne? A főbűnt már bevallottam. De Lana! Azt akarja, hogy beszopjam! Miatt akarja feláldozni magát. Mert tudja előre, hogyha feláldozza magát, akkor azzal a gennek segít. De viszont folytatom tovább, még Emma se szíve kerülhet. Van belülről rejteget? Na, jöhet a keresztkéd is. Hold it! Hány éve voltál, de... amióta detektív volt. Szóval 5 éve. Szóval legendás portrék volt. Szóval engedek ügyben ő hallotta. Szóval, hogy tiszteltél Gennet detektívként. Hold it! De gondolj be, Miskár. De nem öltem meg Gennet. A börtönben nem mondtad. Nem érted, ugye, Bright? Minden más valomás...
amit nem mutat meg a bíróság, az hasztalan. Hát most nagyon nem bírja magát. Hold it! Szóval, Hugonnak akarta ezzel segíteni? Csordák soha gyilkos volt. És Hugo volt az utolsó áldozata. Nem akarta, hogy ezt tönkretegye az életét. Na, de amit tett, az önvédelem volt. És akkor nem lett volna megvádolva. Olyas, hogy traumában lehetett. És ezért nem tudott neki megbocsátani. Lana! Szóval ezért a hamisított bizonyítékot. Hold it! Magadért csináltad ezt? Szóval először fedezte fel a Whitney Hastings-t. Szóval egy kés volt a hátán. Kés szúrás inkább. Szóval ma esetben adottam. Csak ami lehetséges, azt mondja az. De mindig tagadja az egészet. De a vonását nem válaszítja meg. Akkor mit tölt itt a másik fegyverre? Tehát, na ez a fegyver volt. Hogy a földön lehetett. Hold it! Miért tette azt az egészet? Hogy rájönni? Hagyjuk hozzá ezt is olvasan. Szóval meghamisította a kést. Tudta előre, hogy az bizonyíték volna, hogyha nem veszik ki a kést. Elégedette azt a bizonyítékot. De akkor nagyon gyűlölte. Ah,
Hold it! Biztos, hogy ezt ne... Nem, majd csináltam? Hazudik. Ami tett, az elnézhetetlen. És nem teheti ezt jóval sem. A nővére hazud. Szóval védelmében teszik. De egyedül nem tette ezt. Hogy nincs köze hozzá? Azt majd meglátjuk. Ó, bázzaj! Hát, hogyha rossz... Jó, van, most van be először. Ha rossz bizonyítékot mutatok be, ez történik. Várjunk csak! Gondolkozzunk logikusan. Próbálj még valamit esetleg! Valami kell a másikat is. Hová rejtette azt, hogy volt esti? Az biztosan Gert asztalán lehetett. De az őszé asztalán lehetett. Ja, ez kellett volna, itt volt a hiba! Ja, biztos a Sherlockról beszél. Tehát már, amikor megérkezett, már igen törött. Hát némasan a halott volt, a Dark pedig elájult. Ő törött volt. Mi a gond? De szerintem többről van szó. Na most kell mondást mutatni. Szóval egyedül csináltam. De ezt látjuk. Na most próbálkozzunk. Jaj ne! Még ezt is beszoktam.
Fuck! Jackson! Na, most kell! Na, ez volt az a bizonyíték, amit meg akartam mutatni, csak rosszkor mutattam meg. Tudom, Miss Sky, tudom, hogy mit érzel. Lekövetted azt a bűnt 2 évvel ezelőtt, hogy megvéd a hugonat? Hogyha az a hami, az az igazság lebukott volna, akkor az elmúlt 2 évben az élet... asztalon lenne. Úgyhogy ellentmondás van a szövegében. Hogy van ezzel probléma? Hiszen ez... Na igen, a vér volt az ellenmondás. Szóval nem törhetett el. Ja igen, hogy itt hazudott. Tehát a gyilkosság előtt még nem tört el az a... az a serleg. Tehát... Emma nevét nem írhatta, nem tudta volna odaírni abba a sellegbe. Erről a sellegről többet kéne megtudni. Valami kritikus dolog hiányzik. Második valamát. Arra a vérről. Észrevette azt a vérnyomot. De sötét volt a szobában. Úgyhogy nem volt egy ideje átnézni. Úgyhogy eltávolította a ubosztott vért.
A darabok nagyok voltak. Szóval, hogy ezért nézek ki, hogy ilyen módon az a vér volt. De akkor mi nem volt, akkor mi is a detektív volt. Szóval nem gondolta azt, hogy Dark az igazi gyilkos. Szóval törölni akarta az igazi bizonyítékot. Hold it! Szóval Sherlock már törött volt. Egy csoda volt, hogy korábban nem törte. Hold it! Szóval nem tudta, hogy a neve Sherlockben van. Ha tudta volna, akkor bizony összerakta volna azokat a dolgokat. Meg kell semmisíteni a bizonyítékot, mielőtt valaki megjön. Sokkal. Hold it! Ha azt gondolod, hogy Dark ölte meg Marshall, akkor azt a vért bizonyan nem távolítottad volna el. Ilyen szituációban mit kellett volna tenni? Lana! Csak pár pillanaton. Nem volt elég ideje ehhez, hogy összerakja a darabokat. Hold it! Én esetében hogy láthattak volna? Mert fekete volt a irodám. De ez mindig felkészült. Hold it! Szóval illegálisan cselekedett a büntény helyszín. Hát nincs semmi egyszerű valahol az akciójáért. Sajnálom, nem tudtam. Hát őre ismerte. Tehát itt is van némi elmondás. Hát tényleg gondolt rá, hát ő nem akarta, hogy ő is börtönben végezze. Hát halálot éljék. Hoppá, ez lesz az, ez lesz az, ez lesz az. Újra meg kell mutatni ezt a bizonyítékot. OBJECTION!
Az utolsó darabot Gent széfjében találtuk. De ugyan? Ezt tényleg nem tudhatta. De ami zavaró ebben a darabban, hogy még mindig ott volt a bő. Egy magyarázat maradt. Mikor Marshall meggyilkolták, nem vele volt az egyetlen, aki a bünti helyszínén. Igen, bizonyára megelőztette. De hát nem védhette azt a darabot? No, Jack! Ja, ja, biztosan ő volt. Mert így tör... Egy töltsejben nem, nem lehetséges, hogy valaki be tudja írni valakinek a nevét, hogyha még ilyen nem volt. Csak akkor, hogyha még nem volt összetörve. Tehát volt itt még valaki, aki felfedezhette a bűntényhely színét. És az bizony a Gent főnök lehetette. De hogyha ő jött először, miért rejtegetett minden két év előtt? Hát bizony a szándékosan rejthette ezt el, amikor összetört. Hogy hívták ezt az akciót? Hamisítás. Miért tenne ilyet ő igen? Egy mizető itt utána? Na azt hitte, hogy Emma ölte meg az áldozatot. Tehát Gent oldalára állt, nem a érdekében. És Gent bizony ezért is íthetett. Gent ma megosztassa a dolgot. Tehát ez is válaszolra miért válhat. De bizonyára emiatt az ügy miatt válhatott Gent vére bébé. Vagy játékszerévé. Tényleg tesó! Ne védd már ennyire a főnököt! Én... Nem bírom nézni, hogy szenvedsz az érdekében. Ne, nem te voltál! Te nem bírtél meg senki! Hát, ebben, hát ezt jól mondja, viszont ez... Még nem tudjuk, hogy mi áll meg a szészmét. Hogy az ügyvédek hazudnak? Várjunk csak. Mi van, ha...
Gyanúszik arra, hogy ez geny csapdája. Hogy hazugságokat mondok? Még egy valami, tegyél még egy vonulást. Hogyha a bizonyíték hamis volt, akkor én ma balesetbe ölhettem meg Marsan. Az is hazugság lehetett. De ha emlékszik, hogy meglökte. Ez nem tud erre valami más tenni. Nem kéne félni egy. Még lehet egy másik megoldás. Másik lehetséges dolog, hogyha elmondja az igazat. Na, belenyezik. Na, az utolsó valamás következik. Az igazi büntény helyszínén. Szóval ő ott talált a páncélzat kardjába volt elszúrva a teste. Elmásnak bizonyára elájult a földön. Azt gondolt, hogy ő tette. És ezért törölte a bizonyítékot. Ami bizonyára gyomba keverte volna a gyilkosságot. Gent kérte meg, hogy segítsen neki eltávolítani a testet a karból, és felemelni. De ha ez hamis volt, akkor Emma bizonyára ártatlan lenne. Szóval megismeri, hogy hogyan adott meg Neil Marshall. Hogy van bizonyítékű. Erről az egészről. Még reggel odaadta. Csak még nem figyeltük rendesen. De szükség is lesz. Szóval hisz bennem. Tehát, hogyha reggel adta, akkor bizonyára azt a bizonyítékot kell megmutatni. Bizonyára a kérdésre a válasz. Ebben lehet, úgyhogy... Jó, ez lesz a te... Na, ez lesz az a bizonyíték. Szóval ezért adta ezt oda. Ez szóval abban van egy ki. Itt azt látható, hogy hiányzik egy ruhadarab. És egyen van vérezve a karcúrását. Ezt már Zeteti nem láthatta a büntény helyszínét, csak Gent és Lang. És esetleg Emma. De elég szükséges most már.
Igen, pontosan elveszél, hogy itt hiányzik egy ruhadarab. Mert valaki kivágta. De ez volt Gen CP-ben. Méghozzá ez a ruhadarab. Ez a veszélyes bizonyíték. Ez a kéz lenyomatta. Tehát ez a perdöntő bizonyíték. Bárkinek az új lenyomata van rajta, az lehet az igazi gyilkos. De nem sejti, hogy egyáltalán nem kinek az új lenyomata van rajta. Még nem mondja meg, hogy az új lenyomata van. Hát ilyen mondom, hát azt gondolja magára, hogy ő tette. Ez a harmadik bizonyíték, ez a ruhadarab bizonyíték egy piros felkiáltója. Másik jönne a kezdkérdés. Az lenne az utolsó kezdkérdés. De! Gent leállítja a kezdkérdés és dolgot. Hogy ez a legszegényebb elnézés egy peren, amit el... Látod? Na, ez Gen már nem hagyja ennyiben. Hogy a védelmében akar pár szót szól. Hogy elutasította a valomást. Hogy feladtad a jogodat arra, hogy vallja. Hogy hallgassunk őt végig? Végig. És akkor mi van? Azt hiszed aggód? Hát szóval sajnos nem aggódik, mert van még egy titkos fegyvere a tarsójában. De ez attól függ, hogy én hogyan döntök. Szóval neki nem kéne valamás tenni. Majd a bizonyíték elárul. Még hogyha nem is valahogy mutathat bizony. Hogy van perdöntő bizonyíték? Nincs. De valakinek van. Szóval, hogy nekem van bizonyítékom. Miért titkolod ezt ennyire? Mutatnod kéne van itt, nem? Hogy kiakaszt a Nilmas halál? Egy perdöntő bizonyítékot. Ez igaz? Ahogyha megmutatja azt a bizonyítékot, a Skynövér beszopják. Nem tudja, hogy mit tegyen. Nagyon óvatosnak kell lenni. Na jó, most itt álljunk meg. Ami most következik, ez egy piros felkiáltójá. Itt jó át kell gondolni, hogy mit teszek. Van egy bizonyíték, de azt nem szabad, hogy csak úgy. Azt jól kell felhasználni. Azt dönti a Skynövérek sorsát. Mert itt kétféle módon fejeződhet be. Az egész.
lebuktatja Gentet, vagy pedig a Skynövést szopják be. Viszont talán most mutassa el meg. Na most érkeztünk meg a fordulóponthoz. Van egy bizonyítékom, de viszont ez Demon Gen csapdája. Ha bemutatom azt a bizonyítékot, a Skynövék beszopják azonnal. És azonnal bedendinget mutatnék. Tehát van egy... Tehát például Svekiát elmondtam. Hogy igen, titkol valamit, és emiatt nem szabad megmutatni azt a bizonyítékot. Tehát, ha rákattintotok véletlenül is a show evidence-re, akkor rossz bizonyítékot mutassatok. Úgyhogy a válaszom az, nem mutassatok bizonyítékot. Erről meg kell tudni, hogy hogyan lenne. Hogy hol meg kell tudni, hol van gyenge pontja. Ezért nem szabad bizonyítékot mutatni. Úgyhogy ha azt a ruhadalom bemutatjátok, a következő fog történni. Akkor Gent ügyesen fog tagadni mindent. Hiába mondjuk neki, hogy a széfjében volt. És hiába tiltakozunk, az ügyész megmondja nekem, hogy adjam fel, mert vége. És hogy közé, hogy nem kellett volna megmutatnom azt a ruhadarabot. Tehát... És akkor az ügyész megtudja, hogy ki az igazi gyilkos. És akkor az ügyész nagyon kiált, hogy nem! És utána lát pedig bőrsi nyilvánítják Emmával együtt. Tehát így szopják be a Skynövek, úgyhogy... Nem mutatok bizonyítékot. Most nem mutathatok semmi bizonyítékot. De ezt nem hagyja ennyiben. Mert tudja, hogy hazudok. Beismeri, hogy kinyitottuk a széfet. És hogy elvittük, hogy mi volt benne. A perdőtő bizonyítékot. De most ezt tagadja, hogy miről beszélünk. Azt akarná, hogy megmutassam, de nem tudja, hogy egyáltalán mit beszél. Azt is tudja, hogy miért nem akarná megmutatni, mert tudom az igazat. Mert tudja, hogy kinek az új lenyomata van rajta. És ezért nem mutatom meg. Hogy miről beszél? Nem jött tére? Nincs valami furcsa ebben a testben. Ez le van vágva. Szóval az volt benne a széfjében. Beismerte, hogy a széfjében van. Na ez, ha megmutattam volna azt a bizonyítékot, könnyedén le tudtam volna tagadni. Na erre, ezt kell kivárni. Hát nem hagyja magát most, hogy megvádoltam egy gyilkossága. Én most pedig elárulja, hogy mi történt valójában. Elismeri a... Így a széfjében volt, így megvan a gyenge pontja is. Tehát ő érkezett meg először a büntény helyszínére. Hogy kihasználta a helyzetet, hogy irányíthassa le. Szóval manipulálta őt. Ismerte Lanát.
Szóval ő rákérte, hogy segítsen neki eltitkolni azt, ami nem mával történt. Szóval ő azt asszisztálta. Szóval neki is volt köze az a hamisításhoz. Tehát Miles Edgeworth-et is ügyesen manipulálta arra, hogy hamis bizonyítékot mutasson be. Tehát két bizonyítékot rejtett el a széfjében. Lana megérkezésekor rejtett el. Az, ahogy beismerte, az a megtaláltuk a gyenge pontját is. Biztosításul rejtette. Biztosítéként... Hát biztos volt benne, hogy terve működik. De biztos volt benne, hogy a legrosszabb és felkészült. De nem hagyta annyiban, hogy valaki egy gyilkosságot meggyilkosítsa. Hát ő ígyben ezért akarná, hogy a Skynőrvérek beszopják. Tehát... ez ügyesen kikalkulálta. Hát kigondolta volna, hogy valaki ilyen ostó vesz, hogy azt hiszi átverhetjük a rendőrfőnköt. Hát ez ezt a darabot? Tehát ezt a részét itt bizonyára elrejtette. Úgyhogy a bizonyíték ne derüljön ki. De arra nem számolt, hogy bizonyára megsemmisíti azt a vérfoltot. De ha hamisítottad ezt a bizonyítékot? De mit mondasz arra, hogy nem hamisítottad azt az üzenetet a sellegben? Néhány ember nem tudja, hogy mikor kell kiszállni, ugye? Ezért rejtettem még egy bizonyítékot biztosításul. Azt a veszélyes bizonyítékot, amit előzőleg nem szabadott, hogy megmutassak. Most ezt akarja, hogy megmutassa. Ő sem tudja, hogy mit beszél még mindig. Már beismerte azt, hogy így a széfjében eltette azt a ruhadarabot. Mert nem akarta ezt tenni. De az jobb, mint gyilkosként ítélni. Vagy megvádolni. Van valami mentséged? Azt mondta, nincsen bizonyítékod. Egy most tovább ötlet volt. Egy előbb meg kellett volna mutatni, egy lófasz! Már azonnal nyertél volna. Ez hosszú csata volt. De az igazság csak most kezdődhetett el. Győzelem az enyém. De most már nem kattinthatok a Kenosok egyrésztre. Most már mutathatom a bizonyítékot, mert már megvan a gyenge pontja. Na most már meg tudja mutatni. Itt az idő. Most nagyon meg fogod bánni, hogy ki kezdtél velem. Take that!
Személyesen kivágta azt a ruhadarabot az áldozat ruhájából. Na végre, hogy megdöksünk. De ebben kézlenyomat. Ezt akarnám megvizsgálni. Ez bizonyára nem lehet hamis, bizonyára eldöntöm. De nem javasolja azt az elemzést, mert Wright őnek volt esélye megmutatni azt a bizonyítékot. De ilyet inkább eltitkolta. Szóval tudta ezt, hogy szóval tudod, hogy kinek az új lenyomata van rajta. Hogy tudom-e? A bíros azt gondolja, hogy az igazi gyilkos lehet az, akinek az új lenyomata rajta van. Most arra kíváncsi, hogy kinek az új lenyomata van azon a kéz lenyomaton. Itt az idő elmondani. Szerintem már minden rendben. Most minden terszeimény. És kinek az új lenyomata? Válasz, Emma Sky. Take that! Emma Sky. De most tudja meg Emma, hogy az övé. Sajnálom, Emma. De... miért nem mondtad el? Hogy valami vagyok. Tudtad, hogy ez a lány tette. És mégis egy gyilkossággal vádoltál meg. Tragikus, de igaz. Hát amit állítasz az valójában, de elmódásod. Most egy szörnyeteknek tart ezért. Tudtad, hogy kinek az új lenyomata van rajta. És úgy tettél, mintha nem is ő tette volna. Még nincs vége. Azt te csak hiszed! Inkább a te karriernek lesz vége. Ez elégosan eltitkolta. Ez komoly bűn. Amit elkövetél, az nagyon bűn. És te akarsz egy ítélni. És elvenni a jelvényt is. Hogy elvált a cica a nyelve? Hogy hogy érzem? Miért megtenném? De még egy valami van. Hogy kijöttem meg valójában némással. Igen, ennek igaza van. Hát az már nem lehetséges, hogy Emma tette. Ennek egy kritikus ellenmondása van. Úgy érdekli?
jelmódáson bizonyíthatja, hogy ki az igazi gyilkos. Mi az elmódás? Take that! Ugye jelentsened? Nézzük egy jobban. Hát nézzük meg, jó lesz az ügyelőtő. Tehát az is vérrel van, de... Ott is fújik a vér. Igen, ott folyt a vér. Na, itt az elmondásra, hogy a ruhadalban nincsen vér. Most már korábban levághatták. Tehát amikor meghalt Neil Marshall, akkor ennél a ruhadarabnál még nem volt vér. Tehát mielőtt vér hullott volna rá, még eltelett kivágva. Még hogyha Emma Sky ujjanyomata is van ottan. Az nem kétséges, hogy meglökte. Viszont... De akkor még... akkor nem volt bele is szúrva. Tehát itt van az ellenmondás, hogy Emma nem tette. Egyébként Islának nem lett akkor ereje, hogy akkor tökjön, hogy... Hogy valaki belelök... Belekje egy... Vagy bele szúrja egy karba, mikor löki. Az egy férfi kész kell. Hogy jó szóvaság? Hogy kézek van? Más, ami nem volt leszúrva, amikor meg lett lökve. Bizony a fejét üthette be, amikor elesett. Akkor ki lehetett, aki belejszúrt a kard? Aki miatt belejszúrva a kard? És ki jöhetett elő először Lance Sky és Lance Sky elő? Megfogni az elájult ügyét és leszúrni a pálcéig az a kardjába. Úgyhogy biztosak lehessenek benne, hogyha Emma tette az egész. Elhitetni, hogy Emma tette az a véres bizonyítéka, és aztán eltörni a serleget szándékosan, hogy nyomot hagyja a pontot. És elhitetni Lanával, hogy tényleg a húga tette. Emlékezz vissza, hogy mire emlékszel korábban. Hogy személyesen levágtad azt a ruhadarabot az áldozatból. Ironikus, ugye? Egy biztosítású. Ezzel bebizonyítottad, hogy te vagy az igazi gyilkos. Ezt jól beszoptad! De vége volna. De Gentő megint... Visszavág. Még mindig nevek. Ez közel volt. Még elősebbnek kéne lenne menni.
de még mindig vissza tud vágni, mert az a ruhadarab szerintem illegális bizonyíték. Milyen ostobaság? Egy gyanúsítottat nem lehet elítélni illegális bizonyítékkal. Na, emlékezzük, ez egy fontos információ. Hogy a védelem nem mutatta meg korábban azt a bizonyítékot. Tehát, hogyha korábban megmutattam, akkor legális bizonyíték lett volna. De ez nem. Hát még egy ilyen hibát is. Ez a hiba volt aztán ez elkerülhetetlen. De hogy... Tehát legális lett volna, ha megmutatom, de akkor már Skymövegek beszopták volna. De most illegálisan... Azt el akarja hitelni, hogy ez szerintem illegális. Azt hiszem, hogy ő itt nevethet utoljára, mi? Ez ügyész is elhiszi. A terve... Itt az idő, hogy a terv... Végső tervét bevesse. Mert igazán elnyugodt lehet. Hogy elismerem? Hogy szándékosan? Egy ilyen gárt fizetik, aztán mikor mutattam, egy frász! És mentem, hogy én nem mutattam. Ez nem olyasmi, hogy én nem mutattam. Nem mutathattam. De van a bizony szabályok a bizonyítékok mutatásában. Ne aggassak rá! Egy gyáva! Te vagy! Egy dolog marad még hátra, hogy megoldjuk ezt a perügyet. Ez tényleg legális, vagy ne? Ezt is intézzük el. Hogy jól cselekedtem, a következő a válasz. Mikor lehet? Te ide! A bizonyítékos törvény. Én csináltam a házi feladatom. Hát az biztos, hogy elmaszkálj ujjanyomata van ezen a ruhában. Viszont... De csak egyszerű ruhadarab, nem semmi más. Ez be van írva a könyvben. A második szabály. Az első szabály, hogy semmilyen bizonyíték, hogy rendőrség beegyezése nélkül egy bizonyíték sem mutatható. Magam találtam ezt széfjében. Nem regisztrált bizonyíték, viszont nem regisztrált bizonyíték bemutatása, és a lényegesnek kell lennie
a per ügyében. Még nem volt lényeges korábban, de hogy lehetetlen volt lényeges legyen korábban, hogy még bizonyítsam az igazat. A ruhadarab és az esélyként és incidens között. Úgyhogy milyen de hülyeség ez? OBJECTION! Tehát az elején még ez a ruhadarab még lényegtelen volt. A személy, aki adta, az értékes volt bizonyítéknak. Démon Gen. Te is, te vallottad be a teljes igazságot. A személy sem vágta. Na, ezt is beismerted. Hogy értétettél ezzel a ruhadalban. Mint pertöntő bizonyíték. Tehát az, ez volna az első bizonyítéknál. Most az első szabálynál. Hogy a rendőrség egyetértése nélkül nem mutatható bizonyíték. Tehát az egyetértő az bizonyára Démon Gent lehetett. Tehát még nem volt lényeges korábban, és második szóval, hogy nem volt korábban lényeges. És az egyetlen, aki kivághatta azt a ruhadarabot. Tehát ez elég bizonyíték arra, hogy a gyilkos tényleg Démon Gent volt. Néma sakkorában is meg Goodman, de Goodman detektív esetében is. Tehát Lana rosszul döntött, amikor mellé járt. Gázza a gradulációt, hogy végre járjon. Végre sikerült. Túljártam az eszetet. Tudtam, hogy el kellett volna semmisíteni. Ez a semmire kellő detektív. Már igen, de nyomozni akart az eset 9 ügyben. Ennél ez a fickó. Tehát Jake Marshall bizonyára újra akarta nyomozni ez ügyben. És ezért felvette Angel Start és Bruce Goodman, hogy együtt rejtsük ki az esek ilyen sötét titkát. Úgy bizony. Ha a bizonyíték át van helyezve, elveszti az esélyét, hogy megkiderítse az igazságot. Azt akart, hogy kiderítsük ki... Azt akart, hogy segítsünk.
Jake Marshall bizonyára nem tudta, mikor kell kiszállni. Tehát ő ölotta a Goodman ID kártyáját, és meg akarta szerezni a bizonyítékot. Goodman-nel akkor találkozott a Goodman-nel. Azt akarta, hogy csinálni egy fájt az elveszett tárgy jelentéséről. Tehát elment vele a bizonyíték szobába. Ezt akarta kiveszteni. Miről beszélsz, Goodman? Megnyitnád a nyomozást újra? Nem tudjuk áthelyezni a bizonyítékokat. Még rengeteg kérdés maradt megválaszolatlan. Tehát azt mondta, hogy nyissa ki az bizonyíték szobát, és kivenni azt a bizonyítékot. Még nem késő. Ez te, a többi tenni tészen Marshall. Emiatt be volt pánikolva. Rossz érzése volt, de nem gondolta volna, hogy ez meg fog történni. És ekkor látta meg ezt az elálkozó kés. Nem tudta csak egyszerűen kihúzni. Most nem húzhatta ki csak úgy. Én ugyanis növette volna a vért, hogyha csak egyszerűen kiveszi. És akkor vért tapadt volna a kezéhez. Szóval azért szúrta le, hogy megakadályozza az esekjén incidens újra meggyissák. Nem fejezhette be, amit elkezdett. Utána előre, hogyha vért látnak a kezében, akkor meg tudják, hogy gyilkol. De a vér csak nőtt tovább. El kellett volna tüntetni. Aggódott a tavaly miatt, de nem vette észre a hibája. Gumshoe detektív véres kézlenyomata. Tehát ő volt az a számítógép is. Az bizonyára ő lehetett. Tehát a kesztyűjében bizonyára ott volt a vér. Elég ideges volt. Tehát ő tette be az autójába. Máshogy nem tudta volna betenni a te holttestet. Összetölte a csomagtartót. De mi a volt? Tehát itt ötbe tettetek, mint a detektívek. Mi közelnek az egészet? Miért akartad, hogy Miss Sky mindnak legyen közelhez? Hát ő is ugyanolyan bajba került volna, mint ő. Szóval ő vitte azt a sok bizonyítékot, amit Goodman széfjében találhatott.
Hát nem ülhetett ott is, hogy nem az attól, hogy elvigyeljük ott, amit neki nagyon fontos, hogy ne vigyék el. De ott hagyta azt a serleg darabot és a... és a kesztyűt. Igen. Ők a legjobbat tették azért, hogy az úta útjába álljanak. Elég jól végezték a dolgukat. Most meg akar kérdezni az ügyésztől, hogy mit csinál Ben. Hogy elítélje a bűnözőket. Érzi-e rajta? Ugyanazok vagyunk. Egy nap megértem. Egyedül akarod őket elítézni? Rá kell jönnöd, hogy mire van szüksége. Itt az idő elköszönni. Úgy tűnik, törni kell az ebédidőt. Bocs, városka. Nincs olyan idő. Hát egy jó nyomozó voltál. A te is kisni. De most sajnáltak kell észrevennie, hogy többé nem az az ember, akinek gondolta eddig. Azok az idők már elmúltak. Kért az összes memória. Nagy emlékét. Minden ember. Most itt van Brightish World. Egy új kezdet, ez most már. Na lá, ezért hálás lehet. Jó tettük, hogy kinyomoztuk. Na így már volt értelme végigjátszott. Két dolog van, amit jobb, hogy csak tudomásra veszel. Először. De tesod nem váltott senkit. Másodszor. Demon Game már az elején elárult. Látom Miskán? Többé nem kell elhagyni. Csendben lenned. Igazad van. Amikor felnek vége, mindent elmond. Amit két éve tett. A hiba volt. Úgy tűnik minden kérdésre kaptunk választ. Tehát hogy hosszabbítsam az egészet. Elmondom, hogy a történetet. Az egész két éve ezelőtt kezdődött. A Joe Dark gyilkossága. Aki sokakat meggyilkolt, egy nap hirtelen által feladta magát, de aztán még az utolsó áldozata is végezni akart az Emma-val, de Nilmas az útjába állt, és végül talán le akarta szúrni, de Emma meglökte Nilmasra, de akkor nem. De akkor csak elájult. Mert Emma nem lehetett kislányként akkora ereje, hogy akkor átlökjön, hogy a páncélos kardnál végezze. És viszont ki használta a helyzetét és meglökte.
Így haltott meg Neil Marshall. De gyorsan kivágta a ruhadarabot, amiben ott van Emma új lenyomata, illetve kézlenyomata, amit aztán elrejtett a széfjében, de ére leírta Emma nevét is, aztán törte össze azt a selleget. És azt is elrejtette a széfjében. Végül Lana megérkezett, aki azt gondolta, hogy Emma ölte meg Neil Marshallt, és Lana emiatt úgy döntött, hogy ilyen szolgálatába áll. És így lett aztán egy ilyen rendőrfőnök, és aztán aztán Lanát áthelyezte ügyészvezetőnőnek, hogy így aztán igen tudja irányítani őt, hogy mindent megtegye, amit igen, hogy Lana mindent megtegye, amit igen mond. Aztán eltelt két év, amikor három detektív újra meg akarta nyitni az esélyként incidenst, de ekkor kezdődött minden, amikor Damon Gant megölte Bruce Goodmant, hogy ne derítsék ki az esélyként valódi titkát. Nem igazán tudott, de Gant nem igazán tudott boldogulni a vérrel. És végül így került Gumshoe detektív széfjébe az a vérnyom. De hirtelen itt hagyta azt a selleg darabokat, meg a kesztyűt, és megpróbálta eltüntetni a bizonyítékot, de úgy, hogy Edgeworth autójába teszi. A holttestet. Utána felhívta Lanát, hogy megmondja Lanának, hogy tüntesse el a bizonyítékot, illetve a holttestet. Azt mondja, hogy húzza ki a Joe-da kését, és helyettesítse egy másik késsel, az Edgeworth késével. De aztán hirtelen már felhívta Jake-et, hogy vigyen egy bizonyítékot Goodman széfjéből. Goodmannek átszázva, de miként szépen az útjába állt, így a terv hirtelen meghiúsult, viszont nem, Jake Marshall nem tudott ellopni semmit. És ezért, de vérnyom, de Jake Marshall vérnyomot hagyott maga után, így elrejtette a saját széfjében, hogy ne tudják rájtelni a gyanút. És amikor Mikis felébredt, már a fogdában végezte. Azzal a gyanúval, hogy egy gyilkosságot ő követhette el. És azután jött az a pillanat, hogy Lana helyettesítette egy másik késsel, amikor kiúszta a Joe-da kését, de Angel Stars észrevette, és megállította Lana Skye-t, így aztán Lana Skye a fogdába került. Tehát így kezdődött az egész. Ja. És ezek után de Wright és Emma sokáig titkolta, amit valójában akart tenni. De később már sikerült kideríteni, hogy húga miatt csinálta az egészet. Szerintem a perek alatt sikerült tisztázni Meekinset is, Marshallt is. De aztán hirtelen az esélyként incidenst újra meg kellett nyitni. A harmadik peren. Nehéz volt lemutatni Gantet, de szerencsére sikerült, amikor nem mutattam meg korábban azt a ruhadarabos bizonyítékot.
De amikor hirtelen elszóltam magát, az ügyben is, hogy később mutattam meg, akkor lehetett csak legyőzni Demon Gentet. Tehát így tudtam megnyerni ezt a nagyon nehéz pert. Úgyhogy volt a sok is. Sajnálom, hogy nem minden helyzetben tudtam neked segíteni. Na most már van annyi esze, hogy mosolyognom. Sokáig volt hideg vérű, de most már ez elmúlt. Most már végig köszönetet mondta, hogy ilyen okos ügyvédje lehetett mellette. Más ügyvédje biztosan nem tudta volna kihúzni ebből. Ezt még az ügyésznek is köszönhetem. Sokat szenvedhetett ez előtt az idő alatt. Ez semmi. Aggódott a nyomás miatt, ami megtörhette. És mégis. Ő felemelkedett e fölött is. És vétett Wrightot, hogy a győzelemért. Jól csináltad és vagy. Csak a dolgát végezte. Most már Biro azt mondja, hogy... hogy ártatlan a gyilkosság miatt, viszont... mivel hogy a rendőrfők meg, attól még, hogy megzsarolta, még akkor is bűntársnak számít. Szóval a bűnpártolás miatt a büntetését le kell tölteni, vagyis pár évet fogják csökkenteni majd a büntetését, az itt, amit tették. De Demon Gent majd megkapja azért, hogy tiglant. Hogy miért mosolyog? Már rég, már sok időt tett el. Én kemény láncol, sokáig keményen meg volt láncolva. De vége valaki megszabadította ettől a fájdalomtól. Na ez volt az egyik leghosszabb tárgyalás. Ez 7 órás volt. Viszont a Sky nem bűnös. Ez minden. Tárgyalás bekezdve. Ez nagyon kemény meccs volt. Egy 7 órás is. És nagyon kemény meccs volt. Vagy 8 órás inkább. Február 25, 5 óra, 3 perc délután. Defendant Law. Vége. Itt a vége. Emma. Miért van ez hosszú alatt? Sajnálom, hogy a tesót nem tudott sokáig megszabadulni a huroktól. Legalább nem gyilkosságként tölték meg, hanem bűnpártolásért. Miután a mennek vége... most volt annyi egyszer, hogy mosolyogjon.
És mindent megtett. De Lala nem mondott semmit neki. De most jön be Gamsu detektív. Van megint ugyanez. Szállni kell csinálni, ugye? Szóval a nővére mi akar? Nem azért. Szóval miatta? Ne van most itt. Még utoljára láthatja a nővérét, miért még ki. Még letölti a büntetését. Még mindig letartóztatás alatt van. Hát bocsánat, én tartozik. Ez Kitty vezet. Először pánikolt be igazán. De csak ennyi mindent tudott tenni. Mindent azért tett, hogy megvédje. De nem jó úton. Kérdeztek Gentet, hogy fedezze az igazságot. Azt gondoltam, hogy ezt a tényleg kedvet tehetem. De most... tévedtem. Azután nap után változtam meg. De meg kell tennie. Ez volt az egyetlen út, hogy megszabaduljon útjától. Tudtam, hogy mennyire nem megbántotta a kemia. De nem mondhattam elő, hogy... amit tettem. Nagyon megijedtem. Félt, hogy... félt, hogy ha meghalapszik. A reakciójától is félt. Vétetette. Csalódott. Egy ostoba volt. Sok időbe tett, míg eljött. Sajnálom. De nem kell bocsánatot kérni. Örül most már. Tudta, hogy majd visszatér. Még utoljára megölelhetik egymást. Senki nem változhatja meg a múltját. Fényeső váljon rá. Még egy kicsit, köszönöm, mond. És remélem, hogy találkozunk még egyszer. Nem igaz, Edgeworth? Kérje, hogy jöjjön elő. Gratulál. Miért?
Most indulni akar. Hát remélem, hogy nem vádolja magát azért, ami történt. Mi voltunk igazán, de megfertőződve nem te? Már késő számára. Bármit mondta, bármit. A hibáját nem tudja megváltozni. Nem csak az. De nem bízik magával többé. Ennek igaza volt. Hogy ugyanazok. Szóval, igen, rábeszéltem valamire. Hát azok a pillanatok, amik 4 évezet történtek, amikor eltérte a bűnözőket manipuláltan. De ahhoz, hogy egyedül harcoljon a bűnök ellen, mindig szüksége van a fegyverre. Ezt de sokkal gondolkozik ugyanazon a dolgon. Nem tudja folytatni ügyészként ilyen helyzetben, amiket te ezzel 4 éven tett. Azok miatt, mert amiket művelt, az azért volt, mert Manfred von Karl befolyása alatt állhatott. Ők voltak a legjobbak, hogy akik a bűn ellen küzdötték. De minket ugyanazt a hibát vétették. Tehát ne, de most tudatom kell rá, hogy végig nem volt egyedül. Együtt dolgoztál az ügyvéddel. Együtt intézték azt a dolgot, hogy megszerzik a bizonyítékot, amik nem voltak felfedezve. Mutass a bizonyítékot! Nem mondtam, nem jöttünk volna rá, melyik is volt az? Hát nem ez az. Hát melyik is lenne az? Talán ez. Már nem tudom. Nem tudom, én sem a választ.
Hát igen, sokat kell mit tanulni erről az egészről. Hogy most mit fog tenni? De mivel közel, akkor az már a saját maga problémája. Viszlát. Hogy meglátogatja többször is. Tudományos nyomoknak. Az első könyv, amit valaha vett, hogy tanulmányozza. Egy új történetet kéne csinálja magától. Egy történet, amit magától kell felfedezni. Szóval 30 perc időt engedtek neki, úgyhogy beszélgessen. Nem is volt olcsó? Szóval ne, rám akarja tenni a számlát. Ez most már a Phoenix adóssága. Most segíteni akarna. OBJECTION! Jöhet az extending. Talált valakit, aki vigyázhat Emma-ra. Hát, hogyha egyszerűen a szomadóan, hogy majd újra együtt nyomozhatnak Emma-val. Elnézték a hibát, amit a rendőrfőnök így csinált. Úgyhogy visszakaphatta az állását. Thank you.
Mickey, sono messo giù. Most már ő akar elnézni a bizonyítékos szobát. És vigyázni a kaktuszra is. Ezért van két ending. Az előző szereplők már a negyedik epizódban láthatók voltak az endingnél. Az az első négynél. De ez viszont extra ending, ahol csak olyan szereplők láthatóak, akik az extra epizódban már kaptak szerepet. Bizonyára Mickey-hez beszélhetette, amíg ő fogdában van egy kis, nem tudom mennyire. Angel Star. Szóval nem fogja az érni. Egy új fajta kajára tehát. Ebben dögő a bácsát. Maya
Mert hiányzik neki Nick és a tiltakozásai. De nem tud visszatérni, amíg nem lesz mestere a médium kéveségnek. Bizonyára valakit szólítja? Majd alkozom így. Elősük az irodája. A csengő fickó. Között egy teát, de talált egy levelet. Mi történik? De a válaszára majd a Justice for All-ban fog kiderülni. Európába fog majd menni. Köszönöm, mondtam mindenért. Szomorú, de vagy ember lesz. Csak ki kell írni azt a könyvet, hogyha is meg gondolnád. Szóval én hiányítsam. Na, ezt kell kivárni. Itt van levél. Úgy tudjuk, már vége is. Na ez volt a Phoenix Wright Ace Attorney végjátszása. Jól van, ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljátok a Facebookon, kövessetek Twitteren, figyeljetek a weboldalom és... Na, most már megvan az összes epizód. Tehát, milyen ez ezután majd? Csinálok ebből egy best of-ot. Ez is, hogy mik voltak a legrejesebb jelenetek. Aztán következhet a Justice for All. Tehát a Justice for All-al fogom legközelebb folytatni. Úgyhogy, de tetszett az összes nyomozósdi. Elég hosszú volt, 10 órás. Tehát, hogyha ezt a észre-törnyt meg tudom nyerni, akkor minden szíriát meg tudok nyerni az észre-törnyből. Tehát ezt jegyezzétek meg. Aki ezt megnyeri, az minden ügyvédes karriát meg tud nyerni. Úgyhogy... Nem kell sokat várni a Justice for All-ra. Mert ezt csinálok best of-ot, aztán gyorsan belekezdek az első epizódba. Úgyhogy búcsúszom is. Sziasztok legközelebb is.